Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ismét egy kis videóblog bejegyzéssel készültem nektek. Gondoltam, hogy egy rövid helyzetjelentést adok, mint ahogy múltkor is adtam. Nagyon szomorú vagyok, vagy inkább bosszús, mert sikerült ismét lebetegednem. Idén, illetve az elmúlt hónapban, vagy két hónapban ez a második betegségem, aminek nagyon nem örülök, mert egyrészt nagyon rossz korja. Másrészt pedig nem jellemző rám, illetve pedig nem volt jellemző, hogy ilyen sűrűn, hogy ennyiszer beteg lettem volna. Jó esetben egy évben egyszer volt egy kisebb megfázásom, most meg még talán lehet is hallani, hogy egy kicsit orrhangon beszélek, de már legalább kapok levegőt. Az elmúlt öt nap az gyakorlatilag arról szólt, hogy otthon feküdtem, pihengettem és folyamatosan kuráltam magamat ki a betegségből. Úgyhogy a hétvégi 1500-as verseny, amit említettem legutóbb, az sajnos el is maradt, illetve hát a verseny nem maradt el, de én nem álltam rajthoz. Ha azt veszük, akkor a szerencsé, vagy ha pozitívan gondolkodom, akkor legalább a betegség az mondjuk jókor jött, nem pedig múlt héten, vagy nem pedig ezen a héten, mert ugye a magyar bajnokság most lesz majd hétvégén, és ha nem történik valami komolyabb gond, vagy nagyobb probléma, akkor rajthoz állok. Debreceni színekben, hiszen a szerződést, egy új szerződést aláírtam Debreceni Sportcentrumhoz, úgyhogy hosszabbítottunk, és 2007 óta ugye lejárt a szerződésem tavaly télen, most ezt meghosszabbítottam, úgyhogy Debreceni színekben szombaton 16:45-kor egy 1500-at, vasárnap, másnap 15:45-kor egy 800-at, és rá 40 percre pedig egy 4x400-as váltóval valószínűleg el fogok indulni majd a fedett pályás idei magyar bajnokságon. A célok azok egyértelműek, 800-on megvédeni a magyar bajnoki címemet, 1500-on azt hiszem nem vagyok címvédő, mert nem indultam tavaly, viszont nyerni akarok ott is, váltóval nagy valószínűséggel, ha egyáltalán ki tudunk állítani négy embert, akkor sem feltétlenül vagyunk aranyesélyesek, majd szabad téren leszünk. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna, hogy vigyázzatok magatokra, aki tud, az jöjjön ki, látogasson ki, majd az eredményeket, esetleg videót vagy képeket majd közlünk. Sziasztok! Nobody without telling me. Sunglasses and Advil.